A csata kiáltásban nem volt hiba, és a haladási tempó sem tűnik lassúnak. Ezt a futamot végül meg is nyerte ez a hajó. Sallai Csaba szerint minden a csapatmunkán múlik. Jól ment a hajó, ezt belülről kell érezni igazándiból. Az előzővel is nagyon jól mentünk. Ennek a tónak van egy sajátossága, hogy kemény víz, és itt nem lehet tökölni, elnézést. Itt hajtani kell, és itt az eredménye. A sárkányhajó versenyzés szezonját 7. éve a Székesfehérvári Fesztivál zárja. A rendezvény főszervezője azt mondja, egyre többen próbálják ki ezt a sportot, ráadásul a hivatásos versenyzők utánpótlásából sincsen hiány. Ebben az évben három olyan komoly utánpótlás bázis is alakult, és most azért pont egy hete volt a válogató verseny, ahol ez a három csapat nagyon-nagyon szoros és komoly csatákat vívott. Ez a válogatott, ez már a jövő évi Európa-bajnokságra válogatott. A versenyen nem csak profik, hanem kezdő sárkányhajósok is szép számmal indultak. Nagy volt a küzdelem az első bálozó kupájáért is. Összesen 71 csapat vett részt a megmérettetésen.